seemed to make more decisions, be a lot more proactive on the map, and that just seemed to be what Origin needed. Üdvözlöm minden kedves nézőt a mai nap második BO2-es mérkőzésén Európában. Ne felejtjétek, hogy mai nap folyamán minden régiót fogunk érinteni, sőt még hajnalban is, meg holnap is, meg mindig, meg minden jó lesz. Meg az EUNA régiót is érintjük el. Minden érint. Még az EUNA régiót is fogjuk érinteni tényleg a nézői meccsel. Origin és Splice mérkőzésön. Egy 2-0-át várunk a Splice-nak a mostani tendencia alapján, de az Origin-nek azért lesz beleszólása most vagy soha, meg beleszólása is lesz még, de szia buci! Szervusz Pirsz, én is üdvözlök mindenkit, illetve téged is most már itt az európai 9. hét első napján, az utolsó előtti nap. Az Origin már nem juthat be a rájátszásba, viszont én úgy gondolom, hogy attól függetlenül nem fogják feladni ezeket a mérkőzéseket. És nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit próbál meg inkább az Origin egyfajta gyakorolni, vagy megpróbálni lerohanni a Splice csapatát. Azt a csapatot, aki szépen tornázta föl magát a nyári alapszakaszban, kezdett pár döntetlennel, és onnantól kezdve beindult a szekér. Yamato Cannon nagyon jó kis stratégiákat talált ki csapatának. Innentől kezdve a Splice folyamatosan hozta utána a pontokat, egyszer csak jött, megverte aztán a Fnaticet, gyorsan meg is előzte őket. Az előző összecsapáson, amikor az Origin, illetve a Splice játszott egymás ellen, akkor 1-1 lett az összecsapás, tehát döntetlennel végződött, mind a ketten egy pontot hoztak el kettejük csatájából, és amikor az Origin nyerni tudott, akkor Power of Evil-t nem tudták megállítani, aki elhozott egy Syndrát, és konkrétan lekerizte jóformán vele a mérkőzést. Így is van. Azt kell mondanom a Splice teljesítményére, hogy Knight-ra nagyon kell figyelni a középső ösvényen. Ellene szerint az Azir tiltás, az ilyen must-have tiltás az Origin részéről. Peke játéka, Peke jelenléte, Peke ott léte, amikor lövészként produkálja a produkálni valót, főleg essel akkor. Lehet azt mondani, előző időn sokszor felhoztuk, hogy biztos mondja valamit, és biztos, hogy a csapat morában segít, de Peke jelen pillanatban valószínűleg nem fog játszani ezen a meccsen, ha minden igaz. Bár de szerintem ő lesz most az újonnan visszatért. Azt tudjuk, hogy Forgiven fog játszani ma az Istuki színeiben, ez biztos. Az, hogy Peke fog játszani, az igazán a következő kamera, aki meg fog majd látszódni. Ez érdekes amúgy, hogy nem volt panasz az új lövészre, és mégis Peke játszott előző héten többször is. De persze, ahogy mondtuk már, a high szindróma is ott lehet, hogy mint csapat irányító ember kell oda, akkor aktuális a maga a meccsre, és lehet, hogy ezért igénylik Pekének a jelenlétét. Persze ez megint egy nagy kérdőjel, de... Ez a high szindróma, ez tetszett, ez kifejezetten egy jó... Nem, ez egy jó hasonlat volt, és Peke fog játszani minden igaz a lövész pozícióban az Origin részéről, akinek... vagy mégse. Ezt majd mindjárt meglátjuk, mert lehet, hogy... Elvileg Toaster van beírva. Toaster van beírva. A pirítósunk, de nem biztos, hogy ő fog játszani, ez majd kiderül. A Splice jelenleg egy olyan álmokfutásba kezdett bele, amit még Kozsó is megirigyelne. Baromi durván szedi szét a legerősebb csapatokat, és easy-be. Tehát csúnyán odaveri a Fnaticet is, amit csak lehet. Én úgy gondolom, hogy Kozsós már nem volt. Erre most már muszáj volt, akkor bekozsósodom. Tehát, hogy így ez szép volt. Szép volt ez a kitekintés így a 90-es évek végére. Igen, mi állapotok zenére fociztunk kint a ház előtt, amikor 11 éves koromban. Én is hallgattam őket, bevallom őszintén, főleg amikor szamurájnak éreztem magam, és szomorú voltam. De azért ez a mérkőzés mégiscsak az Origin. Nem, Peke az, aki játszani fog. Toaster volt beírva, viszont Peke ül a székben. Látjuk egyébként a kis mosolyát. Ő azért az egyik legnagyobb sármőre talán az LCS-nek, tehát őt mindenkit nagyon, nagyon sokan szeretik, a külföldi rajongók, főleg a hölgyek. Tehát az Origin-nek én úgy gondolom, hogy küzdenie mindenképpen kell, és mutassuk meg akkor a felállást, ez már biztos. Szó az felső szvény, Jungle, Amazing Power of Evil, Mid, illetve Peke és Hybrid fognak majd lövész, illetve támogató pozícióban játszani, míg abszolút relaxáció szünet van most. Viccen kívül biztos, hogy Yamato Cannon mély hangjára relaxálnak. Igen, és a Splice-nál Wunder felső, és mint Trashy Jungle, Senkax középső, és Köbi
Miki lesz az alsó ősvény párosa, illetve persze az ősvény cserének köszönhetően akár a felső ősvény párosa is lehet. Ők játszanak majd az Orient gárdája ellen. Úgy gondolom, hogy a Splice nem csak, hogy nagyon durván ott van az ellen, hanem az Orient nekik számukra egy ilyen kis cukorka lehet a mai nap folyamán, de ne ígyünk sohasem előre medvebőrűre, mert mindig van a meglepetés, a Clash Phoenix TSM. És tudjuk, hogy a medve nem játék, tehát hogy hát az abszolút nem. Arra nem szabad, nem szabad így se előre inni, sem játszani vele. Igen, de... szokás mondani, hogy ami nem öl meg, az megerősít, de a medve az megöl. Fontos. Az szalik a világra és megöl így, és van, viszont töltünk be az első bajnok választási és tiltási fázisokban. Kellemes jó étvelet kívánom Darcinnak és Tamásnak. A fantasztikus kaját megint Thanatos szponzorálta a csapatnak, de ma nem lesz szeles az idő, hanem kicsit kellemesebb. Mert választási és tiltási fázis Fiula, illetve Karma rögtön a tiltó listára kerül a hősök közül, és természetesen Nidalee is nem engedik oda Trashy kezébe ezt a dzsungeles hőst, aki rettentő gyors, illetve piszkálódással is felér egy-egy dárda hajítása. Mazár még, aki a középső ösvényről kivétetik innentől kezdve, nem lehet elhozni. Nem úgy, mint az első meccsen, ahol azért elég jót játszott, én úgy gondolom, Perks ezzel a hőssel. Abszolút talán átveheti Vladimirnak a tiltó listán való szereplő helyét, de attól függetlenül Vladimir is még OP, attól függetlenül, hogy talán Mazár most került be, vagy most ért be a metába. Kassadin kell! Szelkák szellem. Valljuk be, hogy a szombati deles kezdés ez nem csak nekünk érdekes, hanem az európai játékosoknak az arcán is az látni a begyepesedett szemeket, meg ezeket a porszív által megkapott hajakat, amik így el vannak oldalra fújva, szívva, vagy Isten tudja, mi van vele csinálva, de valószínűleg ők is nehezen élik azt át, hogy az eddigi egészséges zíl után 5 órási kezdés helyett szóz! Na ő az, akit a kutya szájából húztak ki kb. Olyan haja van neki, de valószínűleg számára is ez a korai kezdés, ez lehet egy kicsit hátulütő volt. Viszont megvannak a tiltások, Fiora, Nidalee és Kassadin tilt az Orihen, míg a Splice Karma, Mazahar és Syndra-val válaszol. Power of Evil Syndra-ja megért egy tiltást a mai napra? Ó, igen. És meg bizony erről beszéltem, hogy Power of Evil az előző összecsapáson, tehát Orihen Splice összecsapáson Syndra-val tudott brillírozni és jóformán a mérkőzést megnyerni, így azért érthető ez a tiltás is ellene. Míg az Orihen lesz az első mérkőzés, hát mi ez? Jó, Tanai is kiakadt, ennyi. Szóval azért maradjunk annyiban, hogy... Oké, hogy én csak a wannabe legyen hajam, de neki viszont ilyet nem szeretnék. Abszolút. Nem tudom, szóval a Splice csak hol voltak egyébként, mert egyébként Amazingnek is érdekes ez a hajkoronája. Tehát, hogy nem tudom, valami olyasmi lehet, hogy nem tudom, kaptak egy új fodrászt, vagy ki tudja. Napos csibék jön neki a hajából. Na mindegy, Trundle-t válasz közben szó az, ez lehet az övé is, de lemehet Hybridhez is. Láttuk Hybrid-t nem egyszer, hogy elhozza a Trundle-t, támogatom és nagyon is jól szerepelt vele. A felsőség gameplanken gondolkozik Wunder, ami teljesen jó megoldás lehet, ha már a figurát kitudja, de a Jax is szabad, azt is elhozhatja. A Hecarimot tennap láttuk Észak-Amerikában, hogy hajnalban, hogy mit csinált ISM, hogy tele van mozgási sebességgel a Hecarim. Bandukol, öl! És mindenkit lekaszabol a pályán. Shant hoz végül Wunder, és a megfelelő kényelmes Rek'Sai jungle választás hozzá Trashy. Úgy gondolom ez egy jó döntés volt tőle. Abszolút, és Trashy ezért magabiztos ezzel a Rek'Sai-jal, magával a hőssel. Innentől kezdve megvan a frontline, megvan az első vonal a Splice-nál, ott lesz Wunder, ott lesz Trashy, akár érkezhetnek egymást átadván is. Trashy kezdeményez egy Rek'Sai-ja a villanás felütés kombóval, miközben elfogyott a vize, közben Pierce-nek csak senki nem figyel, csak én. Szóval felütés és kezdeményezés Trashy-re, erre pedig jöhet Wunder bárhonnan jóformán a pályáról még végső képességgel, és igen. Akkor akár egymásnak is átadogathatják a tankolást. Tehát bár most két karakterből a Splice 3 teleportot tud hozni. Abszolút. Sen egység van az erő, sen teleport, és Rek'Sai végső képesség, köszönöm szépen Marcinak. És Kog'Maath hoz Power of Evil, amely elég magabiztosan jöhet igazából a középső esélyre is tőle, de a belegondolsz Pekének a lehetőségét Kog'Maath-val, ha van mellette lassító Trundle, mint támogató, nem lehet rossz, de még semmi nincs választva az alsó esélyre a Splice-tól, nagyon vakmerülőne már most
teljes mértékben ugye beállítani a viszonylag kevésbé sikeres alsóesélyű páros összerakni. Megint jöhet egy Tom Kench. Na most ugye sem, majdnem biztos, 100%-ra merném mondani, hogy felsőesélyen marad, hogy Tom Kench csak támogatónak jöhet igazából, de Trundle szemben talán a legjobb döntés lehet, mert a Trundle mihez kezdeni ez lassítással, Miki csak bekapja igazából a társát, meg kiköpi hátul, és lehet mindent előről kezdeni. Az Ennis választása, ő még is a kicsikét korai sebzés Jungle-re, de Tristana. Gyors Jungle-re teszi a voksát, és Tristana érkezik Köbitől, abszolút. Ami már nagyon hiányzott, hogy végre újra jöjjenek be a Tristanák, jöjjenek be akár a Miss Fortune-ek, vagy bármi regresszor ez várható, és lehet igazából még a nyári szezonban. Viszont Pekén most a kérdőjel, hogy a Kog'Maw hozzájön-e, vagy a középső sem marad, és akkor neki kell választani, az S szabad. Peke szereti S, Zekengon... Jaj, az durva lenne, az nem, egyre durvább lenne. Hogy tudom, hogy szeretnéd. Nem hogy... fogják hozni. De nem fogják, nem bizony fogják. Valószínűleg. Pedig akkor annyi takony lenne már az Orihennél. Azt tuti, Kog'Maw és Zek is, öcsém, takony parádé. Illetve még Gubót is tudnának lövöldözni. Gubós takony parádé. Az eléggé durva lenne, de szerintem ez csak etetés, miközben a Janna az abszolút érkezhet felsősvényes Trundle, szó az, vagy esetleg egy Lulu. A Lulu már biztos. Lulu biztos, és valószínűleg azt támogató játékos lesz, a Tarján gondolkozik Power of Evil, és így van! Kog'Maw lesz Pekénél, gyerekek! Egy új szakasz kezdi meg, wow. Sem Ashe, sem Lucian, sem Sivir, hanem Kog'Maw lövész jön, ráadásul Pekéhez. Most Peke vagy gyúrt az elmúlt pár napban Kog'Mawra, hogy na hát azért van bennem valami, és az X-Peke az nem véletlenül lett X-Peke, és a Kog'Mawra is tudok valamit csillogni, villogni. Cassian gondolkozik, Senkax, ugye már csak középső ösvényes kell Senkax kezébe, ráadásul ugye valamilyen szinten Táliával szemben. Na most Talia bókrászására lehet majd nagyon nehezen reagálni a bármilyen úton módon majd a Splice-nak is. Láttuk már milyen a harapós, tehát a jégosztop és a fércelt fal kombináció, hogy biztos el lehet zárni egy útról a teli lassítással. Ezt a TSM Hauntzerre és Bjergsenre mutatta már be legalább négyszer, négy különböző meccsen legalább 10 gyilkosságot eredményezve ezzel a kezdeményezéssel. És LeBlancot hoz a Senkax. Talán a legjobb döntés hozza meg arra, hogy megfogja a Táliát magát az ösvényen, és ne mehessen sehova. Uh-huh. Kérdés az, hogy éget-e Senkax, vagy a teleporttal még több mobilitás fog majd hozni a csapatának, így már igazából akár négy teleportja is lehet a Splice-nak. Alapvetően érdekes lehet, hogy a Senkax beindul és megpróbálja kiszedni vagy Power of Evil-t, vagy X-Pekét a játékból minél gyorsabban, de azt sose felejtsük el, hogy ott lesz egy hybrid támogató játékos Luluval, aki mind a pajzsal, mind pedig a vadon szavával kellő mértékben tudja majd védeni mind a lövészét, mind pedig a mágusát, varázsló sebzést okozó Power of Evil Taliáját. Tehát lehet ám, hogy Lulu ilyen szinten egy jó választás volt, viszont nagyon-nagyon régen volt már Lulu támogató játékosként, támogató pozícióban elhozva a profi ligákban. Általában ugye vagy a középső ösvényre érkezett, nagy ritkán egy-egy jungle, de az ténylegesen nagyon ritkán volt, és inkább keleti régiókban. Ez igaz, de ha belegondolsz, Kog'Maw-nak mekkora segítség lesz a Lulu-nak a választás, az. Valami vadállat. Ugye emlékszünk a tavalyi nyári... Ti biztos, hogy gyúrtak, én azt mondom. Tuti, valamit itt kitaláltak a srácok, amit mi nem tudunk. A tavalyi nyári európai LCS döntőben rajtunk is lehet látni, hogy emlékszünk arra, hogy mit csinált a Lulu Tristana páros. Nils végig küldték a meccset, és ment, mint a golyó. Most képzel el ezt Kog'Maw-tól. Aki így fogja hányra... Hát, ez alsó hangon körülbelül így fogja hányni magával ki a sebzést. Majdnem ilyen mindenképpen... mánással vágott, tehát hogy... Mindenképpen elgondolkodod az, hogy Pekék mi fognak ezzel produkálni, de semmi sem fog működni akkor, hogyha az elején meg lesz fogva ez a Kog'Maw Lulu páros. Márpedig van rájuk ellenszer, ott van igazából a teljes mértékben. Egyrészt a gyors jungle a Splice-nak, a Rek'Sai magabiztos hármaszintől kezdve mindig ugyanazt tudja produkálni, és az ösvénycserét se felejtsük el. Az így van. Lehet, hogy kiveszed a felsőséges játékosot a meccsből egy kicsikét, és ugye később vannak farmolni, de a Kog'Maw Lulu párosát nem szabad hagyni kifejlődni, mert az mindenképpen
durva lesz, én úgy gondolom. És ugye, hogyha megnézzük az alsó ösvény párosítását, miközben mutassuk már meg Szóaznak a haját, mert ez szenzációs, tehát hogy így egyszerűen imádom. Ő pedig ugye Miki, a Sprice-nak a támogató játékos, aki nem magyar, ő szlovén származású úriember, de erről is majd Thanatos bővebben tájékoztat, ahogy ez előbb is tökéletesen jól tájékoztatta a kedves chatet, hogy ki is magyar a Splice-nál. Tehát nem Miki az, neki csak a neve hasonló lehet. Miklós. Miklós. Pontosan nem biztos, hogy ő ezt így mondja, ott pedig a porósapkás hölgy, teljesen jó. De kezdődik az első mérkőzés, az Orihan és a Splice összecsapásában BO2, tehát döntetlen vagy győzelem, amit egy csapat el tud hozni, 3 pont, illetve 1 pont, amit szerezhetnek a mai nap folyamán. Orihan kék színekben, míg a Splice piros színekben fogja megkezdeni ezt az első mérkőzést, ahova érkezünk. És a Power of Evil tárgya hozása is egy új kulcsmomentum lehet majd a játékban. Gondolom, hogy ő ezt még nem igazán vállalta be a mérkőzéseken, hogy ez elhozhassa úgy, hogy a Ryze sincsen még játékban. Legalábbis nem hozza senki. A mindenik az már az új Sona is bent van, aminek köszönhetően azért ő is eléggé problémás lehet, ha valaki ezt elhozná, de Sonát leginkább Amerikában hoztak el eddig több alkalommal, mint például Európában. Miki és Köpi PK-nál kezd, még Peke Hybrid pedig a Krugoknál a plusz tapasztalati pontért fog kiírni mind a két alsó esélyen páros. Miki a hazamenetét csak tervezgeti. És Peke Hybrid őrszem mellett parkol bokorba. Talán éppen láthatóak volt, amikor bementek a bokorba, de nem biztos. Viszont ugye ők is nagyon jól tudják, hogyha nem lesz ösvény csere, márpedig miért is lenne Tamken és Tristan egy elég erős páros ahhoz, hogy szintén fölvegye a box kesztyűt Peke Hybrid Kogma Blulu párosával szemben. Örszem megy át Hybrid és Peke, senki nem fog reagálni, ott hagyják a tapasztalati pontot, inkább a Splice játékosok, ez pedig idő fecsérés picikét, de valószínűleg a Fede Miniontól nem fog elbukni Peke Hybrid párosa, de egy felesleges körük volt, jól reagál Köbi is, Miki már most elkezd Peke köpködni. Igazából ez egy feladatom a meccsen, hogy köpjön jól. És abszolút is. Jó túlhása. Ott lesz ugye Pixi is, aki rohamozni fog folyamatosan majd Hybridtól. Tehát rettentő sok lehetősége van egyébként az Orihennek, az alsó ösvényének. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy Hybrid az, aki ősi érmét vásárolt magának, így valószínűleg a talizmánt meg fogja építeni magának, plusz fizikai sebzés ellenállással fog rendelkezni majd, ugye ennek a tárgynak egy picit megváltoztatását követően. Szóaz és Wunder pedig a felső ösvényen találkoznak. Kialakul a normális ösvény fázis és a farmolásé lesz a főszere most az elkövetkezendő 10-10 pár percben, illetve a rajtaütések azok, amik kérdésesek lesznek, hogy kinek a részéről érkezik. Fájlás, ez a Peke Kogmav, vagy a Kogmav Peke, teljesen mindegy, a bombasebzés miatt ugye kb. Köbi is lesebzi azt, amit Peke megtett szintén, viszont Miki nem tudott ebbe túl sokat hozzászólni. Mind a ketten benyakalták az életerői italt, mint Köbi, mint pedig Peke. Ennek köszönhetően innentől kezdve bármilyen készülődő cserét át kell gondolni, ki mit vállal. Jobban áll Peke, már megint válaszol Köbire, bomba nem visszaválaszol. Nagyon szép és nagyon agresszívan játsza Peke ezt a Kogmát, de a formra kevesebbet figyel, mint arra, hogy Köbinek az életét cibálja lejjebb. Tristan egy picit kívül jobban halad, bár nem sokkal. Amazing pedig sugyarászol, és után találkozik a Trashivel, és mindenket van Wörösszeder hát. Trashy nem látta meg Amazinget, de Amazing tudja, hogy Trashy ott van. A jó őrszemjátéknak köszönhetően ugyanis kihelyeztek egy kicsit mélységibb őrszemet, miközben Miki ugye nyelvcsapásokkal tud távolról piszkálódni, ezzel szemben azért Hybridnak sokkal több lehetősége van, mind varázslatával, mind pedig ugye alaptámadásaival folyamatosan szedegetni az életterét Kobi Miki párosától. Miki égetéssel rendelkezik, tehát ez az idéző képesség jelen van a Splice csapatánál, és ugye Senkax is egy teleportot hozott, tehát a Splice csapata rettentő mobilis tud lenni, hogyha azt nézzük, hogy egy nagyobb távolságot kell ledolgozni a pályán, ezzel szemben Power of Evil vagy szörfölget, vagy első gyorsít. Első ösvény, Wunder ellen 3 ilyen játékos, és rábillan még Wunder szintén, Wunder pedig bajban, Wunder halott! Az első gyilkosság Amazing kezébe érkezik, talán a legjobb helyre. De az ösvénycsére nélküli fázisban kihasználsa a jungler, és a junglerben rejlő erőt, amely ébredezik.
villannia kellett ugyan mind Souls-nak, mind Power of Evil-nek, tehát azért az így elég durva volt, miközben megint csak egy villanást láttunk az alsó ösvényes XP-től. Miki pedig szeretett volna visszacserélni egy pekére ebbe, és akartam volna kapni a kis drágaságot, de ez nincs meg. Így életedében még pekék jobban állnak, de ahogy mondtad, a villanás hiánya később még problémát jelenthet számukra. Senkax pedig maga biztosan veri széjjel Power of Evil táliáját, akinek szintén el kellett villani a Senkax ellen, amit nem láttunk. De... Nem Senkax ellen, Wundert, amikor megbüntette. Ja, igen, Wunderre, bocsánat, tényleg. Ugye ott kettős villanás jött ki. Ott két... Szóval, aha, akkor én csak egyet láttam, de akkor ez mindenképpen valós. Tehát gyorsított, hogy felérjen a felső ösvényre, hát, és még amikor az ösvény közepén visszaesett. Na most nézzük is meg, mi történt. Wunder egyébként eléggé mélyen van Souls-nak. A tornya alatt Souls rögtön rávillan, majd bele is harap utána, és itt rávillan, hogy Power of Evil el tudja helyezni azt a földet, ahonnan már nem tud kicsúszni Wunder, ugye pont ezért jó, hogy az újfajta CC a röghöz kötés, mert akkor Wunder nem tudja használni az ő árnyékugrását, nem tud kicsúszni abból a földből. Innentől kezdve megvolt az első gyilkosság az Orihennek, de attól függetlenül nincsenek lemaradva semennyire a Splice-os játékosok, mert mind a felső ösvényen, mind a középső ösvényen képesek ezt kompenzálni farmolás tekintetében. És ugye amikor viszonylag korán az ösvény közepén elvillan ugye a felső ösvény játékosok, arról lehet nyugodni agresszívan villanni, mert akkor már ugye lehet lefejezni a gyilkosságot, de ez meg is történt. És ennek köszönhetően pedig ugye egyértelmű az Orion előnye, legalábbis Wunderre tekintve, de Wunder farmja teljesen tükrözi azt, hogy ő azért próbál játékban maradni. Trándőnek a két hosszú kardja már tükrözi azt, hogy legalább egy sebzőtája lehet. Ez a Serac kihívás is nyugodtan lehet, de akár a Titán Hydra is belefér majd a zsebbe. Az a kérdés, hogy Amazing akar-e rajta ütni? Ha igen, akkor milyen gyorsasággal lehet Wunder összepakolni? Akinek egységben az ereje van, viszont ugye kettő darab megszakítási lehetősége is van az Oriannek, a fölmegy Amazing ugye Wundert rajta ütni. Mindegy igazlap, mint pedig a gubó megállítja Wunder teleportját, vagy pedig esélyben Amazing közelben van. De jó a csere egyébként közben Wundertől, neki azért van egy lágy vértje, illetve egy Dorán pajzsa, de másodjára érkezhet egy rajtaütés a felső egy árnyékugrás valamit. Az, amit Wundernek el kell használni, aztán pedig büntethető lehet, hogy a Souls és Amazing által jön a pó. Jó a pajzs Wundertől, így csak képessége lehet például sebezni, a teleport pedig talán most olyan Senkaxon időben, Souls felrobban, Wunder pedig szintén a csere egy egy. Senkax visszább is lép, és ugye megjön Power of Evil, fércelt falat is húz. De ez már késő. Senkax jön Miki, ez talál, éget és kivel belentad a Pekét, így van Peke, meg fog halni, ez már biztos. Köbi! Ki a gyilkosságot elhozza, a legjobb helyre kerül, míg be is robban, hogy a Peke dühében három játékos közé, de ez már semmit sem ér. Megkapja a kéket Power of Evil, és jöhet a középső ösvényre, de mit is szeret LeBlanc? Ha egy-két potyú gyilkosságot a játék elején meg tud szerezni, beindulhat. De hát. Beindulhat a gépezet is nála. És minél hamarabbi, wow, ez egy milyen érdekes pauz, hogy nem látjuk az időt, csak egyszerűen egy ilyen szépiába fordult át, szépiába átfordult a képernyőnk, tehát nem halt meg senki, hanem egyszerűen valaki időt kért, amint lesz bármiféle információnk, megint csak közöljük veletek, egyelőre nem történik semmi. Szóval egy villanást ugyan áldozott Miki tamkentse azért, hogy a gyilkosság meglegyen, szép volt az égetés, majd utána a bekebelezés, és így oda lehetett adni Kobinak, Trisztánának az első gyilkosságot. Tresi az alsó ösvényt fókuszálta most az elmúlt pár percben, míg Amazing inkább a felső ösvényre fektet nagyobb hangsúlyt a játék korai szakaszában, így viszont kettő darab gyilkosságot tudtak elhozni Wunderen, de köszönhetően a teleportnak ezt vissza tudták szedni, és én úgy gondolom, hogy inkább biztonsági játék volt ez Senkaxtól, hogy nem ment utána Amazingnek, mert jöhetett volna még Talia, és akkor 2v1-es szituációban tényleg már a skill matchup lett volna csak, hogy LeBlanc bármit is tud tenni. Ő lesz az, aki az első tárgya minden bizonnyal egy Morellonikonnal fogja gazdagítani saját magát, és így, hogy megvan a gyilkosság, így aranyra is szert tett. Ahogy láttam, a Splice-nál van valamiféle probléma, odaérkezett egy úriember. Hát a probléma okát pedig még pontosan nem tudjuk. Azt igen, a másik oldalon voltak problémák, de ez itt még nem igazán tudjuk, de ettől függetlenül
nem kell aggódni, mert valószínűleg nem komoly. Látjuk, hogy nem kell gépet cserélni, nem kell felborítani, az ott ülő játékos engedjék oda, nem kell monitorozni, nyúlkálni, nem kell kábelezni. Valószínűleg kis pici, icipici kliens probléma lehet, amely egy újraindítása valószínűleg megoldódik. Aztán lehet, hogy megint az van. Hát ma, ez a mai nap, ez a szünetek napja, vagy legalábbis hát a kette stream ugye alig bírt elkezdődni, konkrétan kb. Fél óráig a kette stream elkezdődött, csak a meccs nem, a kette streamen. Igen, tehát hogy így teljes meccs, de hogy közben a mi meccsünket játszotta a kette stream is, tehát hogy rettentő sokáig ugye az első mérkőzést játszotta a G2, illetve a Vitality összecsapását, ami 1-1 lett, vannak ilyen szép parancsai, mint felkiáltója menetrend, felkiáltója eredmények, szép eredmények, csak ugye ékezet nélkül. Ugye ezeket tessék használni, hogyha valaki nem tudná, hogy mikor jön például a Unicorns of Love, vagy mi volt az első meccs eredménye. Ezek nagyon hasznos parancsok lehetnek mindenki számára. Most pedig az Orihan, illetve a Splice összecsapásán vagyunk. Az első mérkőzésen, ahol valamiféle gubanc az, ami a Splice játékosainál van, ha minden igaz, talán Senkax volt, aki időt kért? Senkaxnál vannak többet, és ő nézi meg jobban, hogy az ő gépét nézegetik, de az a poén, hogy még a géphez, magához, vagy perifériákhoz nem nyúltak, ami azt jelenti, hogy mindenki szoftveres, vagy játékbeli hibára mernék asszisztálni. Senkaxnak nem jó a kistérképe, olyan kistérképe volt problémája. Közeli visszajelzést kapunk addig. A Wunderre érkező második rajtaütés, nagyon szép egyébként a kábítás után a felereszkedésnek köszönhetően Amazing nem kap toronysebzést, viszont Wunder jól bőszítette föl Soast, így ő átvette a toronynak az agróját, Senkax megérkezett ugye a teleporttal, így biztosította az egy gyilkosságot, Wunder sajnálatosan meghalt, vagy az ő szemszögéből mindenképpen. Jegy-jegy lett ez a csere. Egy gyors víz, igazából lehet, hogy a hajára kéne azt a vizet önteni, hogy egy kicsit lelapuljon Soaznak, vagy nem tudom, de ez valami szenzációs. Hát figyelj, elvileg most már ez a játék így van, menni is fog tovább. Láttuk, hogy már a gombnyomások elkezdődtek, a egér nyomogatások szintén. És Wunder pedig ugye még mindig, ahhoz képest, hogy kétszer meghalt, azért farmban nem áll rosszul, sőt, tartja Soaz farm mennyiségét, és mivel Soaznak túlságosan minőségi őrze most nincs kint a pályán, ezért az érkező rajtaütésre, akár ösvénycserére a torony mögül jobb. És majd reagálni. Köszönhetően annak, hogy XP-két meg tudták ölni az alsó ösvényen, volt esélye a Splice-nak elhozni az első tornyot, tehát megvan az első külső torony, így érkeznek a felső ösvényre, ahol Wunderkobi és Miki 3-asa szeretné bedönteni ezt a tornyot, és olyan régen láttuk már Tristanát, hogy már ki se emeltük azt, hogy hát ő a toronytörő Tristaná, hát igen. A 3T megvan, és nézd meg, mit képes robbantani a kis Jordi ezen a tornyon. Második torony rögtön megvan, XP-ke válaszolhat valamiféle sebzéssel. Kb. Így sebez. Hát nem rossz, de az a torony még kicsit később lesz meg, addig a Splice hoz egy hírnököt, de közelben lehet Wunder, neki is jól jöhet egyértelműen, érkezik is már rá, hogy fölvegye ezt a hírnök áldását, ha minden igaz, Thresin sem lehet rossz, de alapvetően Wunder az, aki a teleporttal és egységben az erejével viszonylag a legtöbbet tud majd váltott ösvénytalást csinálni a csapatának érdekében. És ezt neki valószínűleg meg kell kapnia, meg is kapja. Nagyon jó hívás a Splice-tól, egyértelműen lépés előnyben játszanak. Ez a torony döntésekből is látszódott, hogy volt itt azért 0-2-es fázis is, és még csak most kezd vissza táncikálni, ugye hasonló döntő toronyok számához majd az Orien. És jön a sárkány hívás, oké, felhő sárkány, szóval igazából ez elengedhető, és egyértelműen ennél többet ért a hírnök. De legalább van valami válasz az Orien részéről. Ha már az alsó ösvény tornyát hozták el, ugye? Ennyi, pontosan az alsó ösvény külső tornyáról tökéletesen lehetett fordulni a felhő sárkányra. Innentől kezdve megvan ez az erősítés az Orien részéről. 25 pont sebesség, vagy mozgási sebesség csatán kívül, amivel az Orien 5 fős gárdája mostantól rendelkezik. Thresi pedig úgy gondolja, hogy a 0-0-1-es statisztika mindenképpen feljogosítja ahhoz, hogy majd egy titánhidrát építsen magának, megvásárolta a Tiamatot,
és majd csak később fogja befejezni végül a Bami Parazsás kiegészítést, ami megvan már, tehát a Bami Parazsa ott van, így a folyamatos sebzés is érkezik majd Rek'Sai-tól. Senkex pedig még egy Negatron palástot itt vásárolt magának, érzi azt, hogy Amazingnek a játék korai szakaszán mindenképpen van sebzése, Power of Evil ugyanúgy fog sebezni, és ezért Hybridot se felejtjük el, hogy folyamatosan kis távolról érkező piszkálódásokkal tudja csökkenteni az ellenfél életerejét, így mindenképpen jó. Az a mágikus, az a varázslat ellenállás, amivel felszerelkezett most már Senkex LeBlancja. Értelműen érdemes közben ránézni arra, hogy milyen szépen uralja a pályát a Splice. Nem csak őrszemnek kell, a mozgás terét is abszolút, szerintem minimális a csökkentette az Oriennek a beleszólási jogait is, és mélységi merülés, Miki, el lehet akarni szóval szól, de ugye még villanása van, de három játékossal szemben ez igazából ilyen haja, meg főleg szóval meg kellett halnia. 3-2 ugye Splice javára, és 25 másodpercig nincsen szóhoz, nincs igazából tökéletes hívás most erre még a Splice-tól. A T2-es felső esélyes tornát elhozhatják, de az Orion pedig a középsőre lép ki. A Gubó nem talál, de a Pók még rárobbanhat Senkex-ra, nem? Szépen. És ugye erről beszéltünk, mennyire mobilis a Splice összeállítása, hát jóformán még Kobi is tud azért egy jó kis rakétaugrással távolságot ledolgozni, de hát LeBlanc talán a mobilitásnak az egyik mutatója, főleg úgy, hogy teleporttal van, Thresh-nek ott a végső képessége, ott van Mikinek is az ultia, szintén tud, azért, hogyha nem is akkora nagy távolságokat, de akár több emberrel érkezni, mint ahogy a visszajátszásban mutatja az, hogy Szóaznak menekülése kell elhasználni a jégoszlopot, talán túl korán, mert érkezik Miki és Kobi párosa, majd utána a végső képességével még egy kicsit helyre igazítja a Szóaz Trándőjét, Wunder pedig elhozza a gyilkosságot. Szép összjáték volt 3-1 ellen, nem tudott mit csinálni, szóval az nem lehet őt hibáztatni, egyre nem számolt Mikire. Lett volna arra, hogy a Köbinek a végső képességét, ha látja érkezni, és akkor villana, ugye odébb is még rálökedett Tristan, akkor talán eljött volna, de ugye ez nagyobb valószínűséggel egy felesleges idézőképesség kidobása lett volna Szóasztól, akinek eleve most rájár a Rúgyön, Senkex, megint csak egységben az erő, jó az a bizonyos jégosztó érkezik, amíg szintén Gubri, jó Senkex, a Szóasz pedig megint három játékos között olvad el! Hát rosszabb, mint egy fagyi mélyhűtő nélkül. Hát a Spice... A jégtrollok királya, hát az ilyenkor nyáron teljes mértékben elolvad, kijön az a jégoszlop, de pillanatok alatt semmissé válik, közben ki lehet takarítani egy mindent rátó őrszemet a saját északi dzsungeléből az Orihannek, így viszont az agresszív őrszemjátékot megvalósíthatja a Splice, ugyanis a felső ösvényen nincsen már külső tornyuk, onnan is el tudtak hozni egyet, az Orihan nem tudott egyelőre reagálni a torony döntésekre, igaz, egyet elhoztak, de cserébe megkapta Wunder a szurdok hírnökének erősítését. A következő sárkány egy pokoli sárkány, amiben én biztos vagyok, hogy a Splice ki fog fordulni rá, tehát nem fogják úgy átengedni, mint az előzőt. Arra mondjuk túlságosan esélyük sem volt kimozdulni, teljesen más fele járt a Splice gárdája. És Miki azt kell pedig... még mondani, amiről talán nem sokat beszéltünk, hogy Power of Evil ezzel a táliával nem tudott még semmit sem kihasználni vele. A mobilitásá, nem egyszer láttuk, hogy a elhozott táliák... életét a fércelt falak hát körülbelül. Ez, jó, hát ez akkor most mi van? Hát ez igazából, ez mind a két gyilkosság Amazingem, az Amazingnek jó, oké, hogy tök jó, ő talán egy kis védelem, ő Power of Evil, nem erről szól a tália hozása. Tehát a fércelt falát 15 perc alatt azért legalább kétszer már el kell volna arra használni, hogy valamit kezdeményezhessen, így viszont... problémás lesz az Oriennek a csapat kompozíció, ha nem volt kihasználva tália a játék ezen szakaszában, úgy gondolom, hogy nehezebb lesz az Orien számára a játék innenstől kezdve. A Power FF-re nyugodt 0-0-1-et produkál, míg Senkex többször volt rajta ütni. És teleportjának is köszönhetően, míg ezt lekövetni annyira Power FF-ül nem tudta. Csak ezért mondom, hogy igazából Power FF-ült sajnálom most, mert a tália nem volt még úgy isten igazából kihasználva. Persze, sokat dob. Az egészen az, hogy szó az 0-3-as, és persze. Ebből két halálnál az őrszemi hiány volt abszolút a gyilkos eszme, amiért meghalt szó az.
a harmadik már csak egy haba tortán volt, és ugye ezt azért nehéz lekövetni, amikor nem látsz semmit a saját ösvényed környékén sem. Most kim van egy őrszem, így ezért már hátról érkező rajtaütés az nem lesz látható, és látható lesz valamennyire, de a mélységi merülés. Ez az. Azokat hogy? Mindenhol tud változtatni a splice, hogyha bármiféle rossz szituációba keveredne esetlegesen egy ember, rögtön ott tud teremni minimum kettő. Hát persze. Hanem három, akár az egész csapat tud úgy érkezni, egy baronnasorra, egy sárkányra, egy csatába, hogy jóformán 1-4 ellen rögtön 5-4 ellenben tudja fordítani, miközben a takarítás fázisa kezdődik most meg a két csapat részéről, folyamatos őrszem kihelyezések és takarítások, Wunder és Szóhasz cseréje, szóval az rosszabbul fog kijönni, amíg el nem használja a végső késet. Szint hátrányon nincsen, a végső képessége pedig még később most szeretne válaszolni, például most Wundernek kell visszalépnie, jól láttam, harapás nem is Wunder ment bele, nem biztos persze, de ugye Paj is használhat a Wundert, nagyon szép van mind a két alkalommal. Pokorni sárkány érkezik, Splice pedig kapásba rárabol. Már a plusz sebzés, hát hogy lenne jó egy ilyen robbantó erő, ugye Senkax LeBlanc-nak is, aki eleve 2-0-0-ás. És ezzel szemben ugye az Orihen a felső esélyen tornyát kezdi sanyargatni, de jön egy végső képesség Rek'Sai-tól, és jön a mélységi merülés, szóz! Na most mutasd meg, mit tudsz! Igen? Hát... Ez 1-1-ből 3-1 lett. Egy... Persze ez nem szó a hibája, még egyszer mondanám. Nem, semmiképpen. Tehát most olyan nem kezdeményező készsége van a Splice-nek, amire nem tudsz őrszemet kirakni. Nem tudsz erre kirakni őrszemet? Hát ki kell rakni őrszemet a Nexus-uk mellé, hogy jön a hal. Hát nem van. Alapvetően az az egyetlen egy esély, vagy az lenne az egyetlen egy esély szegény Szóhasznak, hogyha Amazing folyamatosan mellette sétálna, de ezt meg nem engedheti meg az Orihan, mert akkor nem tudnak célpontokra fordulni, nem tudnak segíteni. X-Pack-e közben megint csak mana problémákkal küzdködött, de nézzük a visszajátszást. Wunder az, aki nagyon szépen menti meg a saját tornyát, és nézd meg, itt van Thresi, Miki jön, egy jó nyelvcsapás, az még pluszban lassít, felütés, nem is, tehát hogy én nem szeretném ezt, nem tud szegényként mit csinálni, szóval... és nézd meg, igen. Ennyit tud csinálni, és reggeli kávé nem volt meg, látszik szóval az teljesítményén, de mondom a 4 halálból 3-nál senki nem tud valami mit csinálni ez ellen, nem lehet mit csinálni ez ellen, nem szó az hibája. Itt igazából talán egyetlen egy kicsikével jobb döntés lett volna az, hogyha megpróbálja a tornyot befejezni. Ha legalább akkor meghajjon a toronyért, vagy mondjuk valami hasonló, de ő nem véletlenül nem villan az előző három rajtaütésnél, mert nincs értelme. Tökéletesen. Nem lehet elmenni. Hogy itt, őt itt meg fogják ölni, és nem szeretném most hallgatni, hogy mi folyik a TeamSpeak-en, amin beszélgettek, vagy egyáltalán mondd-e bármit. Na most jöhet a viszont válasz, azért itt vannak HVB-k is. Miki, megint csak is, megint lezárják az útvonalat, hogy a Szóhasz hoz való érik, és Szóhasz megint a rajt, ott hagyják! Lefordul az Orihen, és Szóhasz egyedül marad, szerencsétlen gyerek! Ez a kiégés, szép a villanás Szóhasztól még egy másik bokorba, lehet menekülni, tessé még jön hátra szintén, Senkax pedig jöhet levárni az utat, Szóhasz halott lesz! A lánc után majdnem biztos, Senkax még válaszolni próbál, de ez kevés, Hayatul Hybrid peke, és megjön Power of Evil, na végre! A félrecelt halas tália, nem csinál semmit, viszont Szóhasz meghalt, és előbb-utóbb ki lesz szorítva. Igaz, egy-egy a csere. Szegény Szóhasz. Nem tudom, láttad, de a folyóba elzárták az útvonalat, és az Orihen azt mondta, hallod, tökölj meg megint. Mi oda nem megyünk? Hát szerencsétlen gyerek. Miki, illetve Senkax párosa volt, aki nagyon jól zónázta ki egyébként az érkező Orihen segítséget. Miki még a halálba is képes volt menni azért, hogy meg tudják ölni Szóhaszt. Senkax pedig nagyon jól kájtolta ki őket. Miki, Pekeren a célpont, akinek azért még el lehet villani, hogyha nagy gáz lenne igazából. Túl sok manája nem volt beosztani. Na, Thalia és Senkax párbaj közben, Powerfield nagyon szeretne ölni. Ez a LeBlanc pedig már teljesen máshol van, mint Powerfield elkészítette volna. Nincsen félcelt van, nem lehet ivel levágni az útvonalat. CVHD, The Duke City. Ez már Metropolis, nem is City, tehát hogy azért ez sokkal nagyobb város volt annál, mint hogy ezt Power of Evil képzelte volna. Visszajátszás szegény, Szóhasz megint csak. Hát, torony. Jó lenne azt a tornyot már elhozni, gondolja Szóhasz, de jön Wunder, aki abszolút nyeri. És itt nézd meg, Thresi, Kobi, illetve Miki érkezik. Miki az, aki megállít, jön majd a teleport egyébként.
LeBlanc-tól. Nikki nagyon sokáig három embert tud zónázni, majd utána a teleport érkeztével Senkax is fel tudja tartani legalább addig az orihenseket, ameddig Soast be nem fejezi ő maga. Majd Wunder visszaugrik, aki ugye tank, tehát innentől kezdve tudja tartani a sebzést, Power of Evil pedig nem tudom, ez konkrétan, kicsit ilyen elmávoskodtam. Konkrétan esett, hogy... az Orihen a garázsa parkolásnál cserbenhagyásos gázolás végzett Soazra. Ott hagyták a fenébe. És most villant először a menekülésnél Soaz, és nagyon kvalitív villanás volt tőle. Bokorba, testcellel, a legnagyobb távolságra tett szert, amire kapás jött a szinkron villanás trashitől, de konkrétan ott hagyták Soazt már ötödjére. És most már lassan Soaznak a teleportját kéne használni, a menekülés ez hátha. Szerintem Soaznak lassan valamit be kell szednie, meg el fog durrani az agyat. Például a középső ösvény külső tornyát, itt van mindenki az Orihen részéről, ez a torony meg lesz, így 3-2-re módosítja az állást. Későn értek ide a Splice-osok, kérdés, hogy erre valamiféle reakciót tudnak-e hozni. Senkax az, akik elhozták már a felső ösvényen a kettes szintű tornyot, míg Wunder ugye az alsó ösvényen tereli tovább a piros minionokat tovább és tovább, miközben kitakarít kettő darab őrszemet is a hármas nádasban, erre pedig Power of Evil-nek tudna válaszolni. Szerencse! Igen, de azért, ami köbétől megkapta a bombát teke, így azért megkapott mindenféle áldást a Splice csapatától, de persze 3-0-0-ás Senkaxnak a képességének a találata sokkal inkább fájdalmasabb, mint még Köbi jelen pillanatban, de rajta is kész a határtalan penge. És ugye a hurikán miatt, és még bármi más a cipőlő mellett, bármi más támadási sebességet növelő tárgyat vesz, onnantól kezdve Tristanának egy torony nem fog gondot okozni túlságosan sokáig. Nem náluk van Lulu, hanem ellene, viszont ettől függetlenül ugyanúgy Tristanak lesz lehetősége majd szétszedni a tornyokat idő előtt. Power of Evil küldi arrébb Thresh-t. Minden képességét jóformán kihasználva, kivéve a fércelt falat. De azért XP-ke valamilyen szinten nem csak Senkax miatt, hanem Kog'Maw tárgy építkezése miatt is, ugye az utolsó utolsó esélyt, na, csak megfontam úgy egyszer ezt a tárgynevet, tehát az utolsó esélyt vásárolja meg, ezzel mindenképpen tud varázs ellenállást lopni, illetve adni saját magának. Amazing. És a gyorsaság is megvan. Az Orihen pedig nem nagyon tud mit tenni, folyamatosan rohangál ösvényről ösvényre, miközben talán Wunder érkezhet valamiféle rajta ütés szerűség, de nézd meg, a Spice teljes mértékben le tudja. Villant Soaz. Ő még egyszer nem hagyja még egyszer azt, hogy a csapata is ott hagyja megdegleni a sorokba, inkább időben elvillan most már, ha rálát ugye az egészre. De ki kell emelni azt, hogy a Spice a meccsot, opá, Wunder most büntethető, itt van három játékosra szemben. Milyen élvezet lehet ez most Soaznak, hogy végre egyszer Wundert kergetik. Hát leányálom, hogy Soaz most áttélt. Erre szintén későtől van reagálni a Splice. Nagyon szépen hozza vissza magát az Orihen a játékba, és igazából ezer arany különbség van csak. Köbi lecibálja a minionokat, jön Senkax. Neki van sebzése, nem öt ember ellen. Igazából azt inkább... nem tudom, hogy Wunder hova ment ki. Tehát, hogy hát, azt lenne jó az kérdés megtudni. Mármint, hogy miért ment ennyire előre. Megszokta azt, hogy ki van nyalva a feneke, és mindig neki jönnek a társai hamarabb ugye Soaz büntetni. Szóval az el is villant, így úgymond megetette Wunder az, hogy hú, de tartok mindenkit, és nem merek közelebb menni. Wundernek pedig meglőtt, amire meg kellett nőnie, és jön az a kezdve igazából, szerintem Wunder szépen azt hitt, hogy nem lesz semmilyen rajtaütés rá, hát minek. De így viszont kiegyenlített toronyállásban az Orihen 3-3 már az elhozott, ledöntött tornyok aránya, 4 hadad gyilkosságok és körülbelül egy 1300 arany előnyre tett még csak szert a Splice a 25. percben. A játék negyedik sárkánya pedig nem lesz más, mint egy pokoli sárkány. Ez a Splice-nak a második jelzőt jelentheti, plusz 16% varázs és fizikai sebzés bónusz, míg az Orihennek még csak az első 8-at jelenthetné, és ez bizony kellene. Hívők tömjénye, amit megvásárol Hybrid jóformán első tárgyként, mégsem a talizmánt rásolta legelejétől, az csak szépen fejleszgeti. XPK pedig tudja, hogy ő nem annyira mobilis, ezért vásárol egy higany sejemövet. Ez talán egy jó... Szóval nagyon szeretném Mikit büntetni az eddigi sok-sok rajtaütés, és cserébe kicsikét egy buzogánnyal megsimogatja a gerinc oszlopát, de ettől függetlenül a 25. perc eltelt, és azt kell mondani, hogy az a Splice, aki
nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen összerakta az elmúlt hetek meccseit. Kicsikét szenved az Oriennel szemben, attól függetlenül ugye 0-5-ös szó a szét, kiszedik a játékból. Ő neki eldurrant, elfogad a teljes minden víz, ami csak van neki. Az agyvíze aztán főleg. Én azt mondom, hogy nem mernek fejjel a falnak menni, és lehet, hogy jól teszik, mert most, hogyha beólineznének, akkor valószínűleg Hybrid mindenkinek megvédeni a hátsóját azzal a Luluval, Senkák Soas pedig találkoznak. Hát Senkák sebzése kijöjjön az egységben az erő Senkáksra, és Soas lehet keregetni, jó az árnyékugrás még, és Soas lehet bajban, senki nincs a közelben, ki segítsen neki, Soas meghal! Immáron hatodjára! Ezt tanítottam, verjétek agyon emberelőnybe. Megjött és Ömézinek le kell érkeznie, jön rá Tresi villanással, Ömézi szintén villan, Powerful nem tud segíteni Táliával. Megint egyre egy asszisztja van Powerful-nek, nem több és nem kevesebb, jön Peke és Hybrid. Azért Kog'Maw sebez, ne felejtsük el, tisztelni kell valamilyen szinten, dől az inhibitor védő torony. Az Orient csapata előbb-utóbb bajban lehet, jönne be Hybrid. Oldalról ott van leges, legelől, és Peke lép visszább, rajta a vadon szava, jön rá mindenki, Peke ezt nem bírhatja! Nem érheti túl, Power of Evil mana nélkül! Hybrid szintén majd, hogy nem mana nélkül, de neki nem, ez... túl sok sebzése nincsen, így viszont... Megmondom őszintén, engem ez a Thalia nem győzött meg. Nem bizony. Ezen a meccs, és a következő meccsen nem fogják tiltani, és ha elhozza még egyszer Power of Evil, tökön rúgta saját magát. Nem tudott a meccshez ugye úgy fellépni, és úgy... Tehát Senkex nagyon jól választott. Olyan szintén rárakta az ibetűre a pontot, visszajátszás. Hogy a visszajátszás jöhet, Soas az, aki egyébként egy jégfallal kicsit megkóstolja Senkaxot. Én nem úgy gondolom, hogy nem jó pont azért, mert lehet jönni a Wundernek egységben az erővel, innentől kezdve már is 2v1, így pedig be tudja fejezni Shen az első gyilkosságot. Amazing egy pókot, egy robbanó pókot ugyan még oda küld Wunderre, de ez igazából meg sem érzi. A kábítás jó, de utána megint csak jöhetnek. A srácok, Thresi megérkezett, jó a felütés, Power of Evil semmit nem nagyon tud tenni azért, hogy megmentse csapattársát, majd utána Miki megint csak tankol, vastagbőr az, amit még időben el tud használni, onnantól kezdve pedig egy kis gyorsítással Senkax meglátja a kedvező alkalmat, de köszönhetően Hybrid végső képességének ideig, óráig még él X-Pelke Kog'Maw-ja, de amint megjön a splice-os roham, ő neki is el kell, hogy pusztuljon, 4-3-ra módosul. A toronyállás ugyanis elhozták a felsősvény inhibitort védőtornyát, és még az inhibitort is. Így bizony szegény Soasnak ott kell fönt maradnia, és védenie kell azt az ösvényt. Jóformán akkor van esélye az Orihennek, hogyha elhoz egy baronnasort, és utána valamelyik ösvényen meghozza. Na, Buci, egyébként csak meg kellett mondani a megfelelő taktikát, és elhozza a baronnasort az Orihen. No! Itt a visszaérkezés lehetősége, de mélységi merül is Miki által. Kapásra válaszol a Splice egységben az erő, itt van három játékos a semmiből. Teleportálnak a játékos, megint Power of Evil a fércelt fallal, Wunder bezárja, szép volt Poe. Na ezt hiányoltam, Mikinek pedig menekülnie kell, Power of Evil megint csak megy. Miki meg lehet ölni, így van. Kettős gyilkosság pekén végül, és ez megint maradnason lehetőség az elkezdésre. Senkax és Köpi él. Akiknek takarítani kell, a porszívó brigád éjjel a Splice-tól, tank is van Thresi formában, van sújtás, Amazingnél, Hybrid pedig akkorát kap, maradja a másik, a Poe szintén meghal, 2-0-ásra viszont a Splice-tól Senkax be, Senkax ki, és Peke megállítja végül Leblancot, de Soas maradott hátul, megjön Amazing, Thresi a célpont 2v1-ben, Soas a Prédal esőbe villan, 3-as gyilkosság Thresin, és a végén egy-egy játékos marad mind a két oldalról, de megjött Power of Evil. Istenem, de hiányzott már, hogy a fércelt falat csináljon valamit. Viszont X-Peke mit kapott? Mekkorát robbantottak rá? Egyszerűen szegény Kog'Maw már tényleg nem tudott mit csinálni. Kobi még megpróbálta magát ugye menteni a gyógyítással, de jöjjön a visszajátszás, Senkák szó azt fogja meg, X-Pekére kijön Hybrid végső képessége, be lehet fogni Wundert majd utána. Soasnak kell visszavonulnia. Miki a következő halott, de még 2 darab sebzés hordozó az, aki él. Thresi pedig ugye tank, amiről beszéltünk. Senkaxot próbálják valahogy kizónázni, de nem nagyon fog sikerülni, ugyanis Kobi iszonyat most szétszedi Hybridot, és nézd meg, Poe mit kapott. Senkaxtól kapott egyetlen egy
kombót, illetve Kobe végső képességét, majd utána 1v1-be XP-két is le lehet hozni. Amazing szépen válaszol, de Thresh-nek rettentő sok élete van, illetve még egy prédalesője is, mondjad! Köbi mindenkit kinyírt volna itt ezen a meccsen most a végén, ha nincs Amazingnek az a kis pici sebzés orientált Elise. És az a helyzet, hogy innentől kezdve a Splice-en lassan megérett a megy. De Köbi biztosan. És ő is nagyon fontos, hogy legyen kiszebbe, de amin én kacagtam, hogy a fércelt fal tökéletes volt Wundernek az elzárására, de arra is, hogy Sohas kizárja. Tehát Mámara Fibül kettős opciót választott, segítési csapatnak meg Sohas kizárja fenébe. Ami persze nagyon jó döntés volt, és Peke védelem alatt volt sokáig az első részében a küzdelemnek, ez látszódott is, több mint 6000 sebzés egy küzdelem alatt. Ez borzalom. Az borzalom, és ez még csak 6000. És úgy mondom, hogy nem volt elég. Tehát, hogy összességében a Splice, hát nem volt... Hybrid baba. Cenkex. Olyan, mint Rengar igazából valakit meglát külön, egyből megeszi vacsorára egyet, hogy jön Power of Evil, Thresh-re egység, mert az erő még sentől, Power of Evil pedig így meg fog halni, ez biztos. Cenkex csinosan odaugrik popót ki, bekarcolja azt a kanyart és lerobbantja igazából Power of Evil arcát, már megint 2-0-ásra a Splice-tól. 8-15. Inhibitor védő toronyról van szó már megint, a felső ugye nincsen inhibitor sem, előbb-utóbb kell védekezni. Wunder tankolja a törőt és Köbi! Hogy mondtad, Buci? A toronytörő Tristánál 3T, Amazing Kapi. Thresh-i pedig villan Pekére, Peke! Ha! A rejtett erő lett volna benne, de ő is meghal, Sohas pedig szintén egyedül marad Amazing, mana nélkül, vissza a kezdőre, kicsiké még töltöget, jön a Hybrid vadon szavával valamilyen úton, módon, de itt 5 darab Splice játékosa szemben, Inhibitor hátra, Minionnal felszerelkezve, rosszabb, mint egy gépekben, és felrobban Hybrid! Cenkex megőrült a meccsen! Ott van varázsló! Még az Orion nem igazán alakult most ki, viszont Cenkexék a Nexus ütik is meg is lesz, Power of Evil pedig sajnos a meccsen ezzel a tárgyával nem tudott beleszólalni a meccs mérkőzésbe, de a Syndrát nem véletlenül tiltották ki, nem akarták Poét megindulni, látni, más karakter kell. Baronnasor nélküli mérkőzés nem kellett. Ezen remek erősítés ahhoz a Splice csapatának, hogy mégis megnyerje a meccset. Ugyanis egyrészt Sohas teljes mértékben kiszedték a játékból, tehát mozdulni nem tudott szegény Tranda. Én már most tényleg, tehát volt olyan időszak, igen, elfogadom, bevallom. Volt olyan időszak, amikor szittam Sohast. De most sajnálom. Tehát, hogy annyira nem... 8 és halálban... őszintén sajnálom, mert egyszerűen nem tudott mit csinálni. Ő próbált a saját ösvényén menni, próbált elhozni legalább egy fránya tornyot, szedjünk már le, próbált farmolni. Egyszerűen olyan egyedül volt hagyva, mint nem tudom, a Thanatos a jó a hasonlatokban, majd ő megmondja, de... Igazság az, ha jobban áttiszted a Splice-nak a csapat kompozícióját, az 5 ember igazából a Rise végső képességet tudott használni. Számolt csak nyugodtan. Wunder, teleport, van egy őrszem, oda megy teleporttal LeBlanc. Rájön a sem, szintén az őrszem vagy LeBlancra, az már 2 ember. Jön, ugye Rek'Sai végső képességgel egy őrszem mögé, 3 ember, jön a mélységével és Köbivel 5 ember. Szevasz. És nem egyszer csinálta meg a Splice, hogy a nullából és kész az egész brigád. 5 emberes mobilitással volt megáldva a Splice, ami undormány volt, és ez ellen nincsen senkinek sem védelme, Sohasnak sem a 8 halából, 4-nél, de 5-nél biztosan is szerintem semmi, bárki lett volna helyében, ugyanúgy meghal. És hogyha most azt nézed, hogy alapvetően egyébként a Rocket egy-egyet játszott a Fnatic-kel, és ugye ott volt egy Betsy Rise-unk, úgyhogy majd ide idő attán visszanézzük majd a meccset, hogy mit is játszott a Rocket középső ösvényese, de azt mondom, hogy ha még nem csak a globális mozgékonyságra nézünk, amit most az előbb te felsoroltál, hanem akár karakter szintjén nézzük meg, akkor is ott van mind a lövészed, mind a varázslód, akit nem fogsz ilyen pikpakkel elkapni. Tehát azért Tristan el fog ugrani, vagy esetleg végső képességével kicsit azt mondja, hogy na jó, te menjél hátrébb, mert nem szeretném, hogy ilyen túl közel gyere. Ott van Cenkex, aki folyamatosan fog téged zavarni, mert vagy a lánccal helyhez költ, vagy el fog ugrálni tőled, tehát persze, Tálija valamilyen szinten tudja védeni magát, illetve tud segítgetni csapattársainak mikor, hogy, de például azért egy Kog'Maw
Oké, ott van mellette a Lulu. Abba volt talán a legnagyobb lehetősége, hogy ott van mellette a Lulu. De egyébként egy Kog'Maw volt kiszedni. Pippa. Yeah. Főleg ilyen karakterekkel. A Senkax önmagában vadon szalástól megeszi. Megette volna Pekkét, hogyha mindenre talál rá. Nagyon csúnya volt az ő sebzése. Kapunk egy visszajátszást arról, hogy hogyan kezdődik a szó az megmurdálás. Én nem. Sorozata. És ezt igazából tényleg 6 sorot, tehát hogy azt hiszem 6, jó, úgy volt kb. 6 halál a Soulsnak, hogy konkrétan itt van még egy, tehát úgy volt 6 halál a Soulsnak, hogy full egyedül volt. Senki, sehol, semerre. Amazing a középső ösvényen táncolt. És Senkax zavargatta, jött és sebezte. Megmondom őszintén, hogy a Talia elhozása Trundle-lel arra lett volna igazán megfelelő, hogyha ezeket a bizonyos rajtaütéseket, kezdeményezéseket, fércelt falakat úgy húzza meg, hogy ő érkezik föl a felső vagy alsó ösvényre. Mondja? Csak a alvuknak mondom, hogy Gilius Rengar, Fox Rise. Ő erre sem fog felkelni. Gilius Rengar! Most fel kell. Szóval a lényeg az, hogy a fércelt falas, a Táliában volt amúgy logika, egyértelműen, csak olyan szintű Splice bünti volt ezen a meccsen, hogy a Táliának arra a lehetőség, hogy elmenjen az ősvérről, csak egy pillanatra is semmi, és a 7-1-6-os Senkax LeBlanc szerintem maximálisan megérdemelte, megkapta ezt a bizonyos játékos Rabatonna címet. Hát láttad, miket csinál, akkorákat robbantott, és Senkax nem az első frontban van, hanem Poe, később becsúszik. Poe konkrétan azt hiszem egy kombóból, tehát majdnem, hogy egy kombóból megölt a Poe-t a Varonna sornál, amikor abba hagyta az Orihen. Hát igen. Félelmetes volt ez. Poe nagyon jó játékos, ezt mindenki jól tudja, a Unicorn-ban is játszott, sok helyen megfordult már. Syndrát tiltanak Power of Evil ellen, ez mi ez? Mi más, ha nem tisztelet? Tisztelet. Tehát Power of Evil-ben van kurázsi, a tárgyája ezen a meccsen, ezen kompozícióval és ezen kompozíció ellen fabatkát sem ért, nem Power of Evil, ez a tárgya ide most nem volt jó. Kell hozni más. Ezt nem tudta jól kihasználni, vagy legalábbis, tehát hogy pont ő is érkezhetett volna, és neki is meg lett volna az a mobilitása, hogy valahogy reagál arra a folyamatos globális nyomásra, amit a Splice helyezett konkrétan az egész Orihenre és kifejezetten Soulsra. Nem nagyon tudott erre mit reagálni. Felsősvényre is egyszer érkezett egy jó ijesztegetéssel, aztán utána meg annyira lassan és annyira későn ért fel, akár segítségnyújtás, akár csapatharcra, hogy konkrétan már nem volt. Azon lehetett volna még gondolkozni, hogy hoz teleportot, de az se segített volna maga a Talián, hogy teleportos lett volna a Talia. Én azt gondolom, hogy mivel a vesztes meccs az Orihennél landolt, és az egy pont, amiért lehet még harcolni, én nem mondanám butasának azt, hogy hozza be akár az Orihennáját, de inkább a Kassadint Peke, az most jön vissza valamennyire. Az Orihennál lehetne gondolkozni, de az de inkább ilyen szó-szó. Volt, pont, hogy Senkax ellen tiltva volt, Syndra, kellett is. Tehát most ugye fog fordulni a kocka, és az Orihennek meg lesz a lehetőség arra, hogy a legutolsó tiltást kivitelezze, és egy válaszra két választ adjon választási fázisnál, ugye. Tehát meg a lehetőség arra, hogy Kassadint bennhagyhassák, vagy Vladimir, bár Power of Evil Vladimirrel nem tudom most úgy elképzelni, de azt is lehetne látni. Ezen váltani kell, mobilisabb kell a teleport. Most mondtuk el, hogy 5 ember tudott a Splice akárhova elvinni. Míg erre volt egy szó, az teleport válasz. 5-1 ellen. Meg egy fércelt fal, de... Hát az... Ez erős volt. Kész. Ez így a Splice semmi összerakta, megcsinálta, mint a Legót. Pacs. És kész volt. És az Orihen kész volt. 0-8-a szó, de szintén kész volt. Hajával együtt. Abszolút. Így van. És ezzel a rendelettel mi elhúzunk egy gyors szünetre, viszont szeretném mindenkit megkérni, hogy az adatiblokkot lehetek szívesen kikapcsolni csak ezen az oldalon, ami azt jelenti, hogy amikor elmény szünetre lehet, hogy valami reklám bejön, a reklám lehet, hogy nem jó, de elég, hogy csak fut, elmentetik is pipilni, mert mi is pipilni, aztán pedig ugye mindenki boldog, és a stúdió fejlesztés pedig tudjuk ugye mindenképpen nagyobb létekkel kezelni. Lesz még egy Orihen Splice összecsapás, aztán pedig jön egy Unicorns of Love mérkőzés az éjszakével szemben, viszont most szünet, nem sokára jövünk vissza. Hello!